Iskolatáskák, iskolaszerek, cipők, ruhák gyerekeknek. Ezeket adományként kapta a Mosoly Manu Egyesület Kertvárosban. Augusztusra 137 iskolakezdő csomagot állítottak össze a rászoruló családoknak, amiket kiosztottak. De maradt még a felajánlásokból, amik szeptemberig gazdára találnak majd, mondta augusztus első felében az Egyesület vezetője stábunknak. Ami ezután érkezik be iskolafelszerelést, azt a többi családunk tudja majd elvinni, úgyhogy mi folyamatosan egészen augusztus végéig várjuk a füzeteket, könyveket, tisztasági szereket, gyermekágyneműt, tehát óvodáságyneműt, és közben folyamatosan mennek a szokásos osztásaink, tehát például élelmiszerosztás, ez egy állandó adományozónk révén, általában havi 20 csomag élelmiszert ki tudunk osztani, vagy például a ruhaosztás, azt két hetente tudjuk jelenleg megtartani, de van könyvcsehe programunk, amúgy egy kicsit a kultúrára is menjünk át. Ez is egy több mint 10 éve működő program. Ez a könyvcsehe program az azt jelenti, hogy be lehet hozni egy könyvet, és el is lehet vinni, de általában, hogyha csak elvisz valaki, azzal sincs semmilyen probléma. A közösségi tereknél is segít az Egyesület, hogy jobb körülmények között tölthessék idejüket a gyerekek. Ilyen a játszótér programjuk. A mi játszóterünk mozgalom egyidős az Egyesülettel 15 éve működik. Ennek az a lényege, hogy a helyi közösség kehes meg minket, és mi közösségi tervezés eszköztárával megpróbáljuk a helyi közösség és a fenntartó között megtalálni azt az egyensúlyt, hogy mi az, ami valósan megvalósítható ott azon az adott játszótéren. Ebbe bevonjuk önkéntes munkába a helyieket, és megpróbálunk különböző forrásokat keresni hozzá, akár önkormányzatról, akár céges, de vannak önkéntes vállalati programok is, amiben mondjuk egy játszótérfestés belefér. Vörösné Deák Andrea elmondta, programjaikkal, akcióikkal minden korosztálynak segítenek. Az Egyesületnél helyet adnak a közösségi kezdeményezéseknek. Augusztusban pedig a legfontosabb az iskolakezdés segítése. Ezért várják folyamatosan az adományokat a Mosoly Manu Egyesülethez.